Most még csak a vonat érkezik, hamarosan viszont az autóbuszok is ide futnak be, hiszen a beruházás keretében közös buszos, vasúti átszállásra lehetőséget adó magas peron készül. Átépítik a vágányhálózatot is a kőszegi állomáson. 17 kilométer hosszan újul meg a Szombathely-Kőszeg vasútvonal, melynek mentén minden településen, 7 helyszínen korszerűsítik a megállóhelyeket. A kőszegi projekt 3,2 milliárd forintból kerül most lebonyolításra. Ennek keretében megújulnak a megállóhelyi peronok, az utastájékoztató rendszerek, a peronoknak a világítása, valamint itt Kőszeg állomáson egy előremutató, intermodálisnak mondható fejlesztés is végre fogunk hajtani, ami következtében átépítjük az állomást, és egy helyre hozzuk a vonatokat és a buszokat. A vasúttársaság Nyugat-Magyarországon és Kelet-Ausztriában 500 kilométernyi hálózatot működtet. A Szombathely-Kőszeg közötti vasútvonal üzemeltetését 2011-ben vette át a Gyesev, azóta több fejlesztés is megvalósult. Az idei év kiugró lesz itt és Európa szerte, az Unió ugyanis, hogy népszerűsítse a vonatozást, mint biztonságos és fenntartható közlekedési formát, 2021-et a vasút európai évének választotta. Magyarországon soha nem látott mértékű vasúti fejlesztésről számolt be a szaktárca államtitkára a kőszegi vasútállomáson. Péter a térség országgyűlési képviselője kiemelte, hogy Kőszeg elérhetősége minden irányból javul, hiszen nemrég átadták az S31-es Magyarországra vezető szakaszát. Folyamatban van az M87-es gyorsforgalmi út előkészítése, a városban pedig 2,8 milliárdos út és parkolóépítési program folyik. Most indul a vasútrekonstrukció. Hende Csaba szólt arról, hogy ez a fejlesztés Szombathely szempontjából is fontos. Hallottuk, hogy készül a szaktárca a két város közötti vasútvonal villamosítására is. Szerencsére az Európai Újjáépítési Alap a maga több mint 2500 milliárd forinti forrásával a közlekedés zöldítése nagy témakörében fedezetet nyújt Európai Uniós forrásokat biztosít. Kőszeg polgármestere szerint napról napra kinyílik a tér Kőszeg körül. Ez kinyitja Kőszeget, és meghagyja a könnyű lehetőséget a szombathelyieknek, ha egy hétvégén még nem gondolták át hétközben, hogy hova menjünk, akkor csak egy egyértelmű válasz van irány Kőszeg. A korszerűsítés miatt július 1-től szeptember végéig vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat Szombathely és Kőszeg között. A vasútvonal rekonstrukciója várhatóan 2022 első fél évében fejeződik be. Az állomás mellett P+R parkolókat, valamint fedett kerékpártárolókat is létesítenek.